Augusztus 22-én csütörtökön 16. alkalommal rendezik meg a híres vacsorát itt a Szent István téren. Az elővételes jegyeket már csak péntekig lehet rá megvenni. Elmúlt években közel 1700 és 1000 közötti kecskeméti polgár fogyasztotta el a vacsoráját kiváló hangulatban. Idén is úgy néz ki, hogy szép sikerre számíthatunk, már eddig több mint 500 jegy kelt el elővételben. Azt még megjegyzem, hogy aki nem tud eljönni, de a cél tudja támogatni, ők 2500 forintért támogató jegyet tudnak vásárolni. Az est mottója, hogy vacsorázzunk együtt és segítsünk közösen a szakképzésben résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak. A vacsoráknak köszönhetően az elmúlt 16 évben körülbelül 160 diákos sikerült támogatni, összesen 6,5 millió forinttal. Ez könnyű belátni, hogy a vállalkozások számára a szakember a legnagyobb érték, és ennek az utánpótlása egy folyamatos feladat, ami manapság nem is könnyű, mert szinte minden szakmában munkaerőhiánnyal küszködünk. A jótékonysági vacsorát a kecskeméti csárda csapata készíti majd el, és kétféle menüsorból választhatnak majd az érteklődők. Ha valaki lemaradna az elővételes jegyekről, az jövő hét elején, sőt még a helyszínen is vásárolhat majd magának jegyet. Idén is biztosítanak lehetőséget támogatói jegyek vásárlására. Azok, akik személyesen nem tudnak részt venni a rendezvényen, támogatói jeggyel tudják segíteni a rendezvény célját.